megjelent képviselőtársakat, Kudor Zsolt alpolgárnak kerül, illetve Kassai Attila képviselőtársunk közvetesen nevezték támogatásukat, Nagy Állami két tagról a képviselőtestület határozatképes. Jegyzőkönyvi hitelesítőknek javaslom Pászorék alpolgármestert, illetve Mocsóban Roland képviselőurat. A meghívó szerinti napirendi pontokat javaslom elfogadni egy kiegészítéssel, egyébként napirendi ponttal, ez lenne a 8. napirendi pont, én szerint a képviselőasszony által előzetesen kötelezett, illetve azért átbeszéljük, illetve a vállalkozássegítő központkeresség példaadásának napirendi pontján is tárgyalná a képviselőtestület. Aki a hitelesítő személyével és a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egy kiegészítéssel egyetért, kérem készülni és megtalálni. Köszönöm szépen! Azt fogjuk látni, hogy a következő erősebb előterjesztés készítés. Nem fogunk dönteni egy dolog, csak arról, hogy fölkerülésnek fölveszünk a meghívó és a tisztelt képviselőtársak, első napirendi pont jelentés a lejárt elérő határozatok végrehajtásáról. Előzetesen kiküldése került ehhez a anyag. Ugye az első a Felső Zsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár iratkozó nyitottak vezetésével kérelmi pályázat kiírása. Ez ugye szerepel a mai ülés napirendi pontjai között is, erről későbbiekben fogunk mi beszélni. Volt egy javítás a képviselőtestületi határozatok tekintetében, a Felső Zsolcai Nagyközösségi Soholda munkájához szomorú beszámolót a kivonatát az ügyvezetőnek megküldtem. Körülő fejlesztési terv, amit szintén elfogadtunk, az ERB részére megküldésre került. A buszaminderút a pályázat felhívása szintén megjelent. Az EMREG által készített beszámolókról elfogadására szóló tájékoztatást szintén megküldtük a MVK ZRT vezérigazgatójának a személyszállítási feladatokról készített beszámolóról a döntésünket. A közbeszerzési szabályzatunkat módosítottuk, az aláírás folyamatban van annak megismertetése. Szintén módosításra került a közbeszerzési terv, ennek is a projektnek a szükséges felületeket megküldésre kerültek. Volt még egy eszközbeszerzés, ami szintén folyamatban van. Napirend további része a épülés fölötti időszak eseményeiről. Ezt részletesen tartalmazza a napirenddel kapcsolatosan készített előterjesztést. Ismertetem a határozati javaslatot, mielőtt átadnám képviselőtársaknak a szót. Felsőbözváros önkormányzatának képviselőtestület elfogadva a lejárt határidő határozatot és a képülés közötti munkatársainkkal szóló jelentést. Tisztelt képviselő, másik kérdés. Köszönöm szépen. Polgármester úr írja, hogy október 8-án egyeztet a házigazgatóval. Egyeztetjük a előzetesen ugye fölmerült problémákat, nemzetesen az államfogyasztással volt szó. Pásztor Tünde képviselő asszonynal vettünk részt a tárgyaláson. Felülvizsgálat a szorul azon fajta megállapodás, ami annól kötetett. Ennek a részeit képviselőasszony kértük meg, hogy egy kicsit pontosítsa, illetve dolgozzá, illetve folyamatosan rögzítjük a védőbúrák állását. Ilyen előzetesen, hogy azok a felmerült költségek, illetve az áram felhasználása orvosaink részéről elég magas összeget mutatnak, ami egyébként igaz is, illetve vannak a megállapodásban olyan tételek is sötétve, aminek esetlegesen felülvizsgálatlan indokolt le. Nyilván ezt kivelkérdést a házorvosok annól a Vanessa ütötték, ez a megállapodás, a megbeszélésen házorvosunk, a későbbiekben csatlakoztak a fogorvosok is, úgyhogy most jelen pillanatban ott tartunk, hogy rögzítjük a mérőórát,
adatokat szedtük ki és néztük meg, és hát én erre is azt a javaslatot fogom tenni majd, hogy a bizonyos helyiségeket vegyünk ki azon helyiségek közül, amit utána nézetünk a relációt fizetnek ki is. Hát ugye én úgy látom, hogy jelenleg gyakorlatilag a teljes egészségház részei után, különböző részei után fizetnek, viszont vannak olyan helyiségek, amik az én megítélésem szerint nem kellene bennelni a számításba, úgyhogy most ezek az áttekintés az elevét, és akkor ezzel akár egy 5 nézetméter elszámolása fogok javaslatot tenni, amivel tökélen a házikus napos nézetés elvezetőm lesz, és tökélen fogja a házikus kérdéseket. És a klímaberendezés az, hogy állapos szó, hogy a klímaberendezés is. Alapjában végül a honosai túlfoglaltak állást, hogy talán a egyezi klímák felszerelése az, ami támogatott. Nyilván azzal, hogy így a rendelő helységekhez tartozó almérőkhöz lehet hozzávárosítani a fogyasztást, és emlékeim szerint annak a költségi ők vállalták, hogy azt a almérő által, illetve a klímarendszer, megépítendő klímarendszer által fogyasztott energiát a költségét ők vállalják. Nyilván a központi klímánál ezt nem tudjuk megoldani, mert azt nem lehet minden határolni, de az almérővel is így az egyik klímaberendezéssel ez megoldható. A kivitelezés az milyen stádium? Még a kivitelezésről nem beszéltünk, ugye nyilván a pontosítás a szerződés megkötésekor átjának indulni, én azt gondolom, hogy itt az előttünk álló időszakban a tárgyalás a kérdések, illetve a konkrét műszaki tartalom elmentése után meg tudjuk csinálni. Alapjában őre én azt mondtam, hogy a képviselők elé egy olyan javaslatot fogok tenni, hogy a következő költségvetésben szerepeltessük az eszköz beszerzését, illetve a beépítését, és ennek megfelelően, hogy ezután tudjuk az állványát, kérdést, illetve a esetleges szerződés megkötését. Remélem, hogy itt az a szennyvíz közmű szolgáltató, ez a gördülök helyzet, itt az ERV, most ez elírás vagy, mert a szennyvíz közmű szolgáltató a mi az akkor elvírás jelvő a víz. Ha nincs valami váltás, akkor az nincs. Ez hol van egyébként? A második oldal, a második vasárpegyű fész. Akkor igen. Igen. Elvírás szerint. Jó. Köszönöm szépen. Én a harmadik oldal 9. pontjában, melyben október 5-én hozzáfásítási programon beszélt polgármester úr, én csak megmutatni szeretném magam egy kicsit, hogy lesz még ilyen, ugye, mert alapvetően szó történt. A hozzáfásítási programban, amikor pályáztunk, ugye a helyszíneket meg kellett jelölni, ez több helyszínen valósult meg, Kazinczy Ferenc utca, így van, akkor kezdődött, a Kazinczy utca temető, előtt a bejáratánál fogjátok látni, ezek szaladva körbe vannak hozzáfásítás program felirattal körbe. Játszótér, az új játszótér, a sövíti játszótér, mögötti területen, illetve itt a parkolóba a kormányhivatal, tehát a mögött több helyen itt van. De még majd azért? Ez reményeink szerint minden évben lesz, mert hát természetesen saját forrásból is pótoljuk. Ugye itt egy erdész a program volt, lehet egy kiválasztani, hogy milyen fákat ültetünk, ehhez egy szakmai segítséget is megkaptunk, 30 darab tetőt is. Mindenképpen. Ebben én egyrészt a segítségem, másrészt a szervezet is állunk elő. Köszönöm szépen. Itt konkrét napot kellett meghatározni, hogy elég határozott tempókhoz vagyok az a ültetés, hogy sikerült azon a gondolom, hogy sérülünk és elményünk szépen. Képviselőtársak, mi az alapjelzetek? Szakaszhatunk valami lenni pontról?
A szavazás nem a többi ismertetett határozati javaslatot, aki a határozati javaslatot rendítő, kérem észrevenéssel szavazom. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk tájékoztató a környezet állapotának és lakó környezeti állapotának alapotának alakulásáról. Az előterjesztéshez elég részletesen szedtük össze azokat a jelenlegi helyzetelemzéseket, amik most jellemzőek a városunkra. Ezen túl nagyon természetesen az egyik megtett intézkedéseket is tartalmazva az előterjesztés, a köztisztasági közterületek biztonságára, vízellátása, kommunális szennyvíze, hulladékkezelése, csapadékvízelvezetése, mindenre kitérve. Ugye fontos, hogy a környezetünk olyan állapotban legyen, hogy minél kevésbé vagyunk ott találni magunkat, a ökolábnyomunkat. Ezért azért sok pályázatot sikerült elnyernünk. Volt egy ezzel kapcsolatosan egy egyeztetés, illetve egy találkozásunk, ahol Feső Zsolci is fog szerepelni egy anyagban, főleg itt a illegális hulladék felszámolására elnyert pályázat, amikor esett szó. Ugye két pályázatot is nyertünk a Tisztítsuk meg Magyarországon program keretében belül. Az egyikben egy komoly illegális hulladék felszámolás, nekünk, ahol 300-350 méteri legális hulladékot számolunk fel, illetve kamerák elhelyezés, ami az óriási szolgálatot tesz a illegális hulladék elhelyezése, illetve annak felszámolásában. Viszont sajnos azért, akik a határt látják, így képviselőtársakkal beszéltünk el, mint utolsói, az Jelensus Lezikó képviselőről, és sajnos azért a határban elég komoly mennyiségben keletkeznek újra ezek a illegális elhelyezett hulladékok. Én azt gondolom, hogy azok a kamerák, amiket felszereltünk, segítségünkre lehetnek, de úgy látszik, hogy még ettől is többet kellene megtenni. Számomra érthetetlen, hogy amikor szinte ingyen lehet leadni a hulladékot a szolgáltatóknál, vagy legalábbis a csepp felmutatásával még akár veszélyes hulladékot is átveznek, miért van szükség arra, hogy valaki a határba tegye meg ezt. Sok az építési tag mellé találkoztam már bontott cserepekkel, nyílászárókkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a illetésen elhelyezett hulladék, és nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a munkát. Több feljelentést is tettünk már egyébként korábban a rendőrségen, aminek sajnos még kézzelfogható eredménye nem lett, és hogy volt olyan eljárás, hogy olyan nézzem, hogy visszakerült hozzánk, hogy a kormányzati tervezetéket használják bennünket, hogy számoljuk fel mi a elhelyezett hulladékot. Hát én azt gondolom, hogy nem ezért mindig az eljárás, az, hogy a kormányzati terület adat el helyezve, az eljárás vége az az lett, hogy nekünk szóltak, hogy hát számoljuk. Azt gondolom, hogy itt a rendszerben azért még van finom hangolni való. Alapjában véve viszont mindenképpen léptünk előre, mert ezek a fásítási programok, amiket elindítottunk, vagy akár a környezetünk szépítését szolgáló virágültetése, akár a lakossági, akár a Vanessa által szervezetet, mindig hozzájárnak a környezetünk állapotához. Ugye volt szemétszedési akció, korábban volt a medeltisztítás, ugye most a héten pénteken teszed akció lesz, amivel szerintem a képviselőtársak is értesülhetnek. Alapjából én azt gondolom, hogy sok mindent tettünk, de még nagyon sok feladat van. Ennyi szóval én kiegészítésképpen, és akkor képviselőtársak jelzünk. Rimán János képviselő. Köszönöm szépen. Bizottságülésen nagyon hosszan leszünk ez a témában. Nagyon sok meglepés volt, nem különös nekem, mert előtt elmondta az, hogy így gyors volt, azt kérdezően hagyni. Csak pontosítani szeretném, hogy még három probléma volt az illetás területáson, hívva a hosszú dolgokon. Egyik a szennyvízelvezetés problémát
beszéltük azt, hogy legalább ezer ember megnyitán is megvan a rendőrség szintét. A másik az ötödik kérdés, az nekem is új dolog volt, a tárgyatőnek képviselő szerint vetette ki, hogy lehet, hogy ez a rendszer, ami most működik, az nem sokkal tartható. Számos információ volt, hogy az működik, ahhoz a betegőszerzés kérdés, amiben kapni életet, hogy nem tudok menni. És még egy másik kérdés, hogy szoktunk kapni a bizottságban, hogy egy előkészítő kérdéseket. Én most valamit nem kaptam meg. Akkor egy rendes is kialakul, akkor nem kell. Jó, köszönöm. Miért van? Jövök a jussanszín. Thank you.
múlt héten ugyanott a szombat 23, és a sárgat itt tart, aztán ezért tartalmányokat, úgyhogy ez mivel az ember átolajátozni időszakban lesz, hogy jobban tudjuk, hogy a lakosság is azért részt tudunk venni. 2019-ben azért nagyon-nagyon tettem magát a lakosságnál, és akkor ez egy nagyon jól sikerült 2020, hogy a járványhelyzet milyen volt. Aki akar és tud, mindent elbiztosítom, hogy természetesen mit? Szeretnék még a hulladékkal kapcsolatban, hogy novemberben ugye megint rendezésre kerül ez az Európai Hulladékcsökkentési Védelmet, tavaly is, meg tavaly előtt is részt vettünk a pályázatokon. Most úgy ötforgás újrahasznosítás lesz a témaköre ennek a képnek, és én szeretném, hogy azt is részt venni az önkormányzat ezen, bár ez nem igényeltes közi döntés, de várnám mindenkinek a javaslatát, hogy városi szinten újrahasznosítás, körforgásos gazdálkodás témakörében esetleg milyen projekteket tudunk idevelik. Lényegében fel kell költeni egy anyagot, fotókat, és ebben a témakörben kellene majd valamit terjeszteni novemberben. És ezért kérni majd azoknak a segítségét, akik nyitottak erre, és vannak javaslatai. Majd át tudom a tájékoztatom, hogy miért, mert kérdezik, amiket tudjuk. aki a határozott, hogy bizottsági javaslat
pénzügyi bizottság tárgyalta. A bizottságnak tárgyalta, 5-ig ez az a 1 után a javaslata. Köszönöm szépen, aki hozzáadott az javaslata rendszerkel, kérem készpontosan. Köszönöm szépen. Következő napjának, hogy mondjuk a TOP 2215B 01-2016-2015 számára azonosító projekt megvalósításához kezdődő kérdésmentes átadásáról. A napjánddel kapcsolatosan az a Zöldváros projekt keretében eszközöket vásárolt az önkormányzatunk, mely egy része a befizetett közérről, másik része a megvásárolt eszközöknek pedig a projektben betervezett költségvetésből kerül megvásárlása. Ezeket az eszközöket, melyet a mellékszett határozati javaslat mellékletre tartalmazza, ezeket a NEM A felsőgyűlési gazdasági műszaki jelentő szolgáltató szervezet részére, vagyok az előnök, hogy ezekről az eszközökről gondoskodjon. Kérem a képviselőt, kérdezem a képviselőtársakat, hogy valakinek van-e a rendel kapcsolatosan észrevétele a javaslaton. Kérdésem lenne. Az érdeklődőknek szeretnék én érdemleges választ adni. Iva, tartózkodikot néha? Igen, a Javasz Tiborné kolléganő lesz megbízva, aki felmég egyeztetni szükséges majd a hivatartásról és egyéb dolgokról. Ő fogja jelen állás szerint az ügyületet kezelni. Pont azért, hogy a beadott pályázatoknak, akik ezekkel rendelkezve pályázatokon megszeretnek, nézni. Igen, amikor kimennek a felhívásoknak közé teszük meg a pályázatot, akkor biztosítjuk nekik a lehetőséget, hogy egyeztetett időpontban megtekintetjük. Nyilván erre igény van, hogy mindig részére, mert azt szeretnénk kezdeni, hogy mindig alkalmas megy. Jó, pénzügyi bizottság tárgyalt a napjának, mondtuk? Igen, tárgyaltuk, és őt igen tudott a kettőkösorosok. Köszönöm szépen, Hamis hozzászólás ismertetni a határozati javaslatot. Felsőgyöltvás önkormányzatának a képviselőtestület az előterjesztés egyes mellékletében szereplőztető érintésmentes átadás átvételét támogatja, amelyben felhatalmazza a szakadalmás polgármesternek megállapodás megfelelősségére. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem készfelelésen szavazni. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtárs, a következő napirendi pontunk a javaslat felsőgyöltvás közösségi ház és városi könyvtár magasabb vezetőjében elfigyelmesen volt. Pályázattal kapcsolatosan tájékoztam a tisztelt képviselőtestületet, hogy egy érvényes pályázat érkezett be. Lassini Urbán Erika adott be pályázatot, amit köszönjük a képviselőtestület ülésén. Nem kérte a pályázat zárulésen történő tárgyalását. Az ő pályázatok elbírálásánál szükséges volt egy bizottság létrehozására, felállítására, ezt meg is tettük, és a Kosorogó-Zemplén megyei Művelődési Intézet igazgatója, aki szintén megtisztelt jelenlétével üdvözöljük, köszönjük, hogy elfogadta a meghívását. Részt vett a pályázatok elbírálásában Márkán Sabina, akinek ezután köszönjük a munkáját. Megkérem, hogy esetlegesen egy pár szóban a bizottságon történik megalkotásra és a bizottság véleményével egy pár szót, hogyha megtetek volt utána a képviselőtársaimnak. Köszönöm szépen a felkérést. A Nemzeti Művelődési Intézet tisztje ez is, hogy a megyében a Közművelődési Intézményekben igazgató magasabb szintű munkavállaló pályázat elvédelő. Az én tisztem az volt, hogy megvizsgáljam, hogy a kiírt pályázati felelőlet az megfelelő volt, és hogy a kiírt pályázatra pályázók, vagy ez esetben egyszerűs pályázók tartalmilag és formailag beküldött pályázatban megfelelő volt-e. Ezt is elfogadtuk. A felállított szakmai bizottság meghallgatta, először is elolvastuk a pályázati anyagot, és utána pedig személyes beszélgetésben meghallgattuk a pályázó elképzeléseit, és hát látom ismerős arcokat. Itt is tehát a szakmai bizottság egyetlenül elfogadta Lassonyi Orbán Urbán Erika pályázatát.
És azt a javaslatot tettük, hogy amennyiben a képviselőtestület és ügyvonulja fölfogadják el, és foglalkoztassák igazgatói pozícióban. Nagyon szépen köszönjük elsődén a közösségnek és megtetésre a bizottságban is. Kérdezem a kedves jelöltöket, hogy szeretne, gondolom szeretne egy pár szóban köszöntöm a képviselőtestület tagjait, polgármesterüket. Én a Súlyi Benedika vagyok, és pályázatot készítettem elő, és mondtam meg a Felső-Zsolcai Közösségi Ház és Városépítőtervezet Magas-Uralkodási Hivatalának pozíciójára. És hát nagy örömmel tettem ezt meg. Én magamról csak néhány szót, hogy 12 éven át dolgoztam kulturális területen, és Miskolcvárosban, és hát nagy szeretettel végeztem a munkámat. Most úgy érzem, hogy egy olyan szakaszhoz érkezett a pályázásom, picit más területen szeretném kipróbálni magam. Nagyvárosban dolgoztam kulturális területen, sok területen, a közösségfejlesztés pici csoportoktól elkezdve a nagy befogadó színházig. Ott vezetőként is dolgoztam 3 éven át, úgyhogy elég széles skálán megismerhetem a kulturális szféra közös kihívásait, és nagy megtagírással és szeretettel végeztem a munkámat, szervezőként és vezetőként is. Nem titok róla, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom a közösségfejlesztés, közösségépítést, nagy elkötelezetben dolgoztam a korábbi területeken is ezekkel a témákkal, pályázatokban vezetőként is és munkatársakat is sokat dolgoztam. A szakmai felkészültségemet folyamatosan továbbképzésekkel szinten tartottam, sőt emeltem. Úgy gondolom, hogy itt is a megnyílő tapasztalatának tudom kamatoztatni ezen a területen. Pláne, hogy amikor a pályázatot készítettem, akkor kicsit beleláttam a Felső-Zsolca város közösségi életébe és kulturális életébe, és hát nagyon-nagyon sok szép dolgot láttam, nagyon-nagyon előre vívő dolgokat és nagyon nagy kihívásokat, és úgy gondolom, hogy ezzel én hozzá tudok járni a szakmai tapasztalataimmal, minden esetre úgy a képviselőtestület tagjainak, mint minden munkatársnak, de leginkább ugye polgármesterünknek érzünk, hogy szeretnék gratulálni a munkáját, amit látható volt, ahogy jártam a beletem a Felső-Zsolca város közterületein, hogy nagyon nagy gondossággal végzik munkájukat, és ebben szeretnék keresni a önök bizalmat. Köszönöm szépen, hogy megtaláltam. Köszönöm szépen, képviselőtársaknak szó. Igen, a parkokat. Köszönöm, a tételében a parkokat. Képviselőtársaknak. A Kvét Bizottsági Tárgyalata és a Karnagyárval Erikának, mert még a bizottsági ülésünkben is részt vett, amit természetesen köszönöm szépen. Annak örülünk leginkább, hogy adtam a személyt erre a posztra. Konkrétan vezettük a kérdéseinket, szakértő asszony tájékoztatott minket, ott volt Papp Ferenc, a korábbi több éve működő és jól működő igazgató. Ő felajánlotta a segítségét, ott még elmondta a pályázó, hogy Farkas Kinder személyében nagyon sok ígéretet is, meg egyben majd nyilvánvaló, hogy ő ugye több éven már végzi ezt a könyvtárgyi, és természetesen belefolyva a többi kulturális tevékenységbe. Szükség is lesz rá, hogy együtt tudjanak működni a mi bizottságunk 5-ben szavazattal, illetve az azt megelőző meghallgatásban meg 7 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk, és jó munkát kívánom, illetve jól magad közöttünk. Akkor hallottuk a bizottsági véleményt, képviselőtársak, valakinek esetleg kérdése a pályázóhoz nincs.
Nincs ismertetem a határozati javaslatot Felsőhőcvárosi Önkormányzatának képviselő testülete, Felsőhőcvárosi Közösségi Ház és Városi Könyvtár kutatott, hogy magas a vezetői megvitelse két pályázati eljárás eredményesnek nyilvánítja. Felsőhőcvárosi Önkormányzatának képviselő testülete, Felsőhőcvárosi Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói magas a vezetői feladatainak ellátásával 2021. november 1. napjától 2026. október 31. napjáig terjedő időszakban 3 hónap próbaidő kikötésével lassú művő Urbán Erika 3634 Miskolc Gagarin utca 16 földszín 400 napi lakos bízza meg. Lassú művő Urbán Erika munkabéri havi bruttó 440 ezer forinttal állapítja meg. Felsőzsocza Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Lassú művő Urbán Erikával magasabb vezetői beosztással vonatkozó munkaszerződést kösse meg. Képviselőtestület felkéri a vezetői változást az intézmény alapító okiratomban, költségvetési szerzett törzskönyv nyilvántartásában vezesse át. Aki a határozati javaslat előtt kérem, észrevenni is lesz szavazni. Köszönöm szépen, gratulálunk Erikának, munkájához. Sok sikert kívánunk. Én szeretném megköszönni Orsos Kindének a munkáját, hiszen az elmúlt időszakban őt bíztuk meg az intézmény vezetéssel, nagyon szorgalommal is nagy értezettel látta el a feladatát, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a segítségét, nagyon sokat dolgozott a munkatársaival az elmúlt időszakban, úgyhogy köszönöm szépen mindjének a munkáját. Tisztelt képviselőtársak! A bizalmat is nagyon örömmel is megtöltöttem ezt a munkámat, és nagyon fogom támogatni Erikát, és én bizonyom, hogy nagy erőbe dobással tudunk tudni együtt dolgozni, és sok jó dolgokat tudunk tudni társasra zárkozni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy mindenki még egyszer. Tisztelt képviselőtársak, 6. napirendi pont. Javaslat a Bocsodobor Zembi megyi rendőrfő kapitányság Miskolci rendőr kapitányság vezetőjének kinevezésének véleményezéséről. Önkormányzatunk kapott egy megkeresést megyérfő kapitány úttól, miszerint jövőben Miskolci István rendőr alezredes urat kívánja Miskolci rendőr kapitányság élére kinevezni. A megküldött anyagban láthatjuk Miskolci István rendőr alezredes úrnak a szakmai munkásságát. Én azt gondolom, hogy egy olyan területen dolgozott és dolgozunk most is, ahol természetesen kívánom alkalmas arra, hogy Miskolci rendőr kapitányságot vezesse. Sok területen szerzett tapasztalatot, ezt így a tájékoztató levélben olvashattuk. Én mindenképpen javaslom a képviselőtársaknak, hogy támogassuk az előre volt megkeresését, miszerint Miskolci István támogassuk a kinevezésben Miskolci rendőr kapitányság élére. Ezzel kapcsolatosan kérdezem képviselőtársaknak, van-e valamilyen kérdéssel, észrevétele javaslatot? Én nem köszönöm, hogy a régiak Zsoltai, a Flóri, Ez Miskolci rendőr kapitányság, semmi gond, Majoros Flóriá, ő pedig a rendőrösnek a vezetője, úgyhogy hozzá magasabb egység, így van, ragaszkodó Majoros Flóriá személyéhez, aki kiváló vezeti a Felsőzsocai rendőrösöt. Tisztelt képviselőtársak, hogyha nincs észrevétel, ismertetném a határozati javaslatot. Felsőzsocváros önkormányzatának képviselőtestülete Miskolci István rendőr alezredes rendőrségi tanácsos kapitányság vezetővé történő kinevezését támogatja. Felkéri a polgármestert a képviselőtestület támogatására szóló határozatot dr. Kis Attila rendőrvezérről vagy rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfő kapitány részére soron kívül küldje meg. Aki a határozati javaslat, bocsánat, bizottsági tárgyalóvédelmi és klímavédelmi bizottság. A bizottság felmérte, 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem készfelelődéssel szavazzon. Köszönöm szépen. Igen, Miskolci születés. Miskolci születés. Miskolci születés. Tisztelt képviselőtársak, 7. BTL Felsőzsolci támogatása. Egyesületünk egy kérelmet nyújtotta a képviselőtársak felé, ahol kérjük, hogy támogassuk őket 2.250.000 forint.
értékben kérik a támogatást. Jelen pillanatban ez 500 ezer forinttal több, mint a korábbi évek. Ugye a tömegsport rendkívül is, főleg a futball a sportpályán, de sok pozsitóban van, nagyon sok gyerek fordul meg a pályán. Én azt gondolom, hogy érdemes, hogy támogassuk az egyesületet. Igaz, hogy vannak rendezés alatt álló ügyeik, hiszen a épület használatának kérdésköre nincs leszabályozva, ezzel kapcsolatosan lesznek jövő héten tudomásom szerint egyeztetések. Elég komolyan kell venni a problémát, hiszen igazgató asszony jelezte nekem, hogy ha hosszú mondom, hogy kijavít, hogy 500 ezer forinttal több gázszámlal jött ki, mint a korábbi években, 3000 körülbelül. Hát tisztelt képviselőtársak, én azt gondolom, hogy azért itt kicsit, nem kicsit, nagyon oda kell figyelni arra, hogy itt gazdája legyen ennek az épületnek, és fontos, hogy azt a elindított szerződés kötést minél hamarabb tető alá hozzuk, mert azért ez nem kevés tétel a költségvetésnek, és nyilván ez a használatból elvileg keletkezett ez a magas költség, azért 3000 köbmétert szerintem az elmúlt évügyi járás nem mint a forka, tehát valami az épület használatával összehívő probléma okozhat ezt a nagy költséget. Én azt gondolom, hogy sok mindent teszünk azért, hogy ez így nézzen ki a környezet. Én szeretném is elvárni, hogy a focistáink is, illetve az egyesület is tegye hozzá a maga részét, hiszen kérés volt az, hogy nagyobb focipálya legyen, nagyobb focipályára befüggesítettük, megcsináltuk a futókört. A Gamesz szerintem nem volt olyan kérés, amit ne teljesítettek volna. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ezt két oldalú dolognak kell lenni, hogyha tesz hozzá az a kormányzat és Gamesz, akkor úgy is segít hozzá azt a részt, amit legalább minimálisan elvárhatunk. Bizottság tárgyalta, lesz is egy javaslatot, úgyhogy kérdezem el kurát. Most egy kicsit hosszabban mondanám, mint hogy itt le van írva, mert ez hosszabb volt, tehát a bizottságunk nagyon sok tárgyalt. Nagyon sok szempontból megvizsgálta, és akkor én is tudtunk még erről a 500 ezer forintos kutatásról. Nem. Sportemberi jelen volt? Nem, senki nem volt jelen. Tehát úgy álltam hozzá, hogy egyik oldalról ismerjük azt, hogy vannak eredmények felsős ország. Elismerjük azt, hogy sportra van igény. A másik oldalról viszont valahol keresettük alatt meg sportban a Zsolt-szeg gyermekek részvételi arányát, százalékát, és a másik az, hogy nehezményeztük, úgymond a jó gazda gondosságát, a hiányát, a hozzásukra, amit megerősít most a igazgatóasszonynak a kiegészítése, és szerintem egy elég jó döntés, egy módosítási javaslatot hoztunk, tehát az alapvető döntés korrigálva, mi szerint támogatjuk azt az összeget, amit meghatároztak, olyan pontásban, hogy most azonnal átutalható 750 ezer forint, és a további másfél millió akkor, hogyha ezeket az üzemeltetési kérdéseket rendeztük, megadásságot adjuk. És ilyen formában szeretnénk az ötletet módosítani, és elkezdődni a sokat. Köszönöm szépen. Elég, pásztorít a fontos. Nekem is volt egy javaslatom, azt nem mondtad. Én sérelmezem azt a részét, hogy pár évvel ezelőtt kérdez azt, hogy a Bölökének a székhelye az ne egy elsősorcű magánembernek alapcíme legyen, hanem van nekünk egy gyönyörű szép egyesültek háza a Bolyai úton, és azt szeretném, hogyha a székhely az lenne. Utólagos információ bizottságülés után az, hogy elsősorban van jelezve az egyesület, hát lehet, hogy eladásra fog kerülni az ingatlan, mert életünknek az ott lakók, felsőhatlan más ingatlan megvásárlása iránt. Ezt szerintem az egyesület fogja kezelni. És akkor én, amikor a Bászlai képviselőtársam abszolút támogatom, a tiédet is támogatni tudom, de hozzá szeretném tenni. Az
a sportolóknak, az a némelyik sportolóknak inkább így fogalmazok, az a nagy arca, amit néha az ember érdekesen fogad, hiszen azért a sportot főként a gyermekeknek átadott egy és minden másik sportról beszélünk. Ugye három éve kértük azt, amit egyébként most felvetettél, mert beszéltünk róla, hogy soha egy normális elfoglalást 5-7 millióról nem kapok. Ha én kapok 200 ezer forintot, csak mondok egy példát, körülbelül egyben le kell írnom, hogy ide-oda, amúgy költöttem, sus, bevétel, kiadás, passzol. Az úr volt többször a bizottsági ülésünkön, és mindig támogattuk egyébként őket, és támogassuk is, mert hát ugyanán nem támogatnánk nem a sportot, de azért elég slendrián módjára kezelik ők ezeket a milliókat, és akkor ez meg aztán megdöbbentő, hogy van egy helyük, ahol élnek és nézik a tevékenységet, és akkor ők nem fizetik a gázt. Hát majd valaki kifizeti. Szóval azért én ezt nem nagyon tudom elfogadni, hogy a közpénze az csak úgy csempítek egyet, most 2,5 millió után másik, még fog kérni az idén különben. Pontosan ezért, hogy ez a 500 ezer forintos támogatás valahonnan majd ugye rendeződjön. Tény, amit én támogatom, amit kérnek. De akkor visszafele is legyen ez a dolog fegyelmezett, és azért ne vegye semmibe senki azt, amikor közpénzről beszélünk. Mivel a támogatási szerződésben között fogunk kötni, akkor azért le is kell, hogy benne is legyen, hogy milyen módon történik az elszámolása. Tehát minden különösen fogunk engedni, tehát nem egy csak papíron beküldött elszámolást, és az ilyen múlva gazdálkodásra aztán mi is nézik, hogy az a szerződés szerint, a döntés szerint történik a felhasználás, amiben erre fokozottan oda fogunk figyelni. Azért annyit, hogy mindenféleképpen kell, hogy többet tegyen az egyesület is ehhez a kérdéshez. Viszont azért azt látjuk hétről hétre, hogyha elmentek arra, hogy nem nagyon nagy életet hoznak a településsel. Szerintem egy 150-160 gyerek is megfogott, nyilván ez nem mindenki zsorcai ezt természetesen. Ez a dolog így van, de én azt mondom, hogy azért ennek jó hírét viszik a komplexumnak, a felső zsorcának, tehát azért azt mondom, hogy komoly értéket is teremtenek ezáltal. Talán egy kicsit a szemléletben kellene változni, hogy mi azért a jelenlegi támogatási formától azért, hogyha számszerűsítenénk azokat a dolgokat, amiket még hozzáteszünk, és ők nem feltétlenül érzékelik ezt közvetlenül, az is súlyos millióban mérhető, akár az épületfenntartás, akár a évfolyamán az egész költség, tehát itt azért komoly közpénzt teszünk a sport élethez. Van is, szerintem a foci csapat is jól szerepel, hétről hétre elég sokan látogatnak ki a foci meccsekre, de szerintem egy kicsit többet kell nekik is ehhez hozzátenni. Csak egy kérésem lenne, hogy még tartunk is teljesen jogos, ha majd a jövő évben a beszámolót tartjuk a sportról, én kérnék egy olyan szemtagom, hogy ezt a szintom, hogy ezért a támogatásod évből mi az, amit még követett ennek jogát? Tehát, hogy tisztánosod. Azt mondom, hogy köszönöm, hogy mutatható. Közözeti díjat. De fontos, még egyetlen. Én az első zenekét is abból adódik, hogy rengeteg szemünk az ablakok. Én volt az 27 lesokás, azt tapasztaltam, hogy mi maradtak lámpák. Van egy hatalmas nagy hűtőben, ami ilyen retán hűtő, tehát mindig az a feladat a ráadás, hogy világítsa, nem csak az, hogy hűtse az utolsó hűtőket. Tehát ezekből a lesokák az emelkedésre biztos, hogy benne, hogy többnek ezt. Csak pontosan, hogy ezt mi elég. Jó, így van, köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság túl is megtette a javaslatot, akkor először a pénzügyi bizottság ezt adta, tehát tudom, egy van. A pénzügyi bizottság javaslatát tenném fel a szavazásra, miszerint, hogy... Jó, bocsánat, nem, azért kérdeztem, nem látom, hogy jelent ezt. A pénzügyi bizottságnak a kiegészítő javaslatát, azt én is támogatom, egyébként rajta vagyunk a az egyeztetéseken is valóban jó, hogyha van egy ilyen ösztönző dolog, hogy létrejöjjön ez a megállapodás. Számomra inkább az a legdöbbentő, hogy eddig nem volt ilyen hosszú évek keresztül szabályozva, úgyhogy
úgyhogy nem lesz egyszerű menete, rajta vagyunk. A székhelyen nem értek egyet elég, mert igazából nem osztán szólsz. Tehát szerintem most, hogy hol van egy egyesetnek a székhelyen, hogy igazán nem befolyásol semmi. Nyilván fel lehet tenni a felelősségedbe, nekünk szerintem inkább te ellenem, mint én nem, de tehát én ezt nem mondom, hogy nem kérdezik. Hogyha ilyen szemlék van, akkor azt nem tudom, hogy ki ad el mit. Nyilván, hogyha ugye minden szervezetnek a székhelye csak akkor jogszerű, hogyha tulajdonosai hozzájárultak a székhely használathoz, tehát ezt a rendőrségnek majd lehet, hogy elmondanám. Tehát most hogy néz az ki, hogy egy edzőnek a lakcímen a bejegyzésbe székhelye, és ott bármilyen konfliktus adódnak az egyesületek edző között. Most már úgy nekem ez fura. Egy leltár nincs, nem tudom, hogy leltár előadni a buszon, már most nem kezdek nem én beszélni, hogy volt egy buszunk, amit eltudtuk ellopni 2 évvel ezelőtt, és pont akkor benne vagyunk, hogy mi tulajdonosok, mert önerőben. Tehát ezek buszolnak engem, és még szórakoznak az ön a székhelynek a bejegyzésével. Tehát itt most a székhely bejegyzés egy elvikelés áll. Jó, hát ezt fel tudjuk kovetni majd a megbeszélésen. A zsorcai gyerekek kapcsán én nem tudok arról, hogy bármilyen zsorcai gyereket nem kapcsolatát vannak jelentkezetet. Ez, hogy vannak is zsorciakadás települései, siet, ezt szerintem nem lehet a szemükre vetni, mert zsorcaiakat biztos, hogy nem utasítanak el. Tehát aki akar, az tud jönni. Az más kérdés, hogy van egy életkor, ami felett már a gyerekek kiperegnek, ezzel mit tudunk kezdeni, hogy kiperegnek a gyerekek, és akkor nyilván már feltölteni esetleg olyan helyre tudják, ami nem feltétlenül zsolt. Azért peregnek kérdezik a gyerekek, mert elhoznak a volánba is van egy olyan korosztály, ami fölött már nincsen. És eljön egy a borsokorán, egy komplet tiúzsőről kipergett tehetség a gyerekek, és elveszik a felsőgazdáknak a kérdét, mert őket játszatják, mert úgy van megint be. Ez mondjuk jó, nagyon jó. És milyenkeknek azt mondják, ez nem korosztály. Ez a 14 fölött már régi. Hát mondjuk egy fogtányok azok, hogy én nem tapasztaltam ilyet, hogy amiben részesített volna. Csodálom, miért nincs a felső zsolcia, csak kettő. Hol vannak a gyerekek? Hát még a gyerekek. Hozzá kellene. Jó, nem tudom, hogy a felső zsolcia. Jó, csak mondom, hogy... Jó, szerintem a támogatás vissza. A székhely kérdés én is azért feladnám nekik, mert azért csak több egy felső zsolcai kötődésű, még hogyha nyilván nincs is rá hatásunk, hogy ott van az épület, az nyugodtan beegyeztetik. Nyilván, hogyha a randirakon, és mikor, hogyha egy edzőváltás kerül sor, mint ahogy volt is a csapatnál leutóbb, és nem tudjuk, hogy az elvállás az békés volt, vagy nem volt békés. Nyilván szerencsésebb, hogyha az épületben van, mert azt azért ilyen probléma nem merülhet föl, csak egy felső zsolcai szervezetről beszélünk akkor, de ez szerintem nem a mi kompetenciánk, ezt feladatunk, mert ezt úgyis az egyesület fogja elrendezni. Akkor ez, mehetünk tovább, hogy van még valami? Akkor először a pénzügyi bizottság javaslatát tenném fel szavazásra, ami ugye úgy szólt, hogy a támogatás összegéből 750.000 forint a döntést követően a fennmaradó 1.800.000 forint pedig az üzemeltetés megállapodás aláírása után kerüljön átutalásra, mint támogatási összeg. Akkor aki a módosítási javaslattal ezzel egyetért, kérem kész felemléssel szavazzak. Köszönöm szépen. Az eredeti határozati javaslatot pedig felolvasnám. Felsőgyógyszeres önkormányzatának képviselőtestülete, a BTE felsőgyógyszer részére 2021 évre 2.250.000 forint támogatást nyújtott önkormányzat. 2021 évi költségvetésében a tartalék terhére legyen beadalmazva szakadás polgármester a további intézkedések megtételére. Szavazásra bocsátom a pénzügyi bizottság javaslatával egységes szerkezetben foglalt határozatot, aki ezzel egyetért, kérem kész felemléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársak, egyébként napjelenti pontban egyetlen egy, illetve két észrevétel lenne. A TSK helység használatáról szólna a határozati javaslat. Ugye kérdeztetve észrevételek, ezek közül én azt gondolom, hogy egy elsősorban olyan szervezeteknek, cégeknek adnánk ki, akik milyen szakmát képviselnek, lehet működő, illetve újonnan induló vállalkozás, és természetesen helyi
döntését várnánk. Komolyabb szűkítés szerintem nem célszerű beírni a határozati javaslatban, ezeket az irányelveket tűzni ki, és természetesen akkor beérkeznek a javaslatok. Ugye novemberben lesz legközelebb ülésünk, szerintem, hogyha szükséges, akkor addig korábban esetleg találkoznánk a tekintetben, hogy haladjunk az ügyjel. Én azt gondolom, hogy ezeket figyelemmel tudjuk ki a felkérést vagy a pályázati felhívást, és amikor ezek beérkeznek, akkor pedig képviselőtestület elé terjesztenénk a jelentkezőket, és akkor pedig részletesen kiveséznénk és eldöntenénk, hogy a négy helységet kinek adjuk ki. Van-e valakinek esetleg még ezen túlmenően észrevétele? Készítettünk egy határozati javaslatot. Felsőoszlás önkormányzatának képviselőtestülete zöldváros kialakítása Felsőoszlán című TOP 212-15-01-216-15 azonos szemkörök keretén belül megvalósult vállalkozás segítő központ négy helységének igénybevételre vonatkozóan felhívást tett közelmenet végrehajtására felhangzott a polgármester. Képviselőtestet felkérje a polgármester, hogy az ülés napjáig benyújtott kérelmek tekintetében a kérelmezőket tájékoztassa az igények benyújtásának hivatalos módjáról és határidejével. Gondolom, hogy egy hét határidőt adnánk a megküldésre számítottan, és természetesen aki szeretne, hogy a helyzet is személyesen megtekintetek a harmából is például. Aki a határozott javaslatra egyetért, kérem készfelelmesen szakaszon. Köszönöm szépen. A képviselőtestület ülés előtt Széchenyi Sándor képviselő jelezte, hogy a keret, szociális bizottság keretének állalését kérte, mert mondanom, hogy soron következő üléssel készítünk egy előterjesztéssel, de úgy tudok, hogy a bizottság is tárgyalja majd a kérdéskört, kérdeztem a soron következő üléssel. Szeretném a pillanatot képviselőtársak, gyorsan jelenség. Köszönöm, annyi kérésem lenne, hogy én már korábban kértem azt, hogy az eddig megszedett határozatokat szeretném átnézni az éjszakán. Nem is semmi. Érni fog kerülni, hogy sokkal fog kérni a legséges. Jövő héten, amelyik a végén is. Köszönöm szépen. Képviselőtársak, köszönöm szépen. Az ülést bezárom. Köszönöm szépen.